Minden iskolának vannak legendás tanárai. Az igazán kiemelkedőek még életükben azzá válnak, ők azok, akik évtizedekre rányomják bélyegüket egy középiskolára, s akik sohasem halnak meg, mert tanítványaik örök életűvé teszik őket, hiszen tovább viszik azt az emberi mintát, szakmai igényességet, amelyet tanítványként megtapasztaltak. Többek között ezekkel a gondolatokkal emlékezett meg közösségi oldalán a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium egykori pedagógusáról, a nemrégiben elhunyt Kasszás Dezső tanárúrról. Az egykori tanítvány, majd későbbi pályatárs Kuruc Géza is kedves emlékeket őriz róla. A jelenlétével tanított. Nem sokat beszélt, legalábbis matematikából nem volt ez annyira fontos dolog. A lényével, azzal, hogy volt, azzal tanított bennünket. Hát természetesen, mint matematika tanárt ismerem a legjobban, nagyon, nagyon jó, szigorú tanár volt. Én magam részéről a pályámat részben neki köszönhetem, tehát az ő inspirálására, nem kizárólag, de az ő inspirálására is jutottam erre a pályára, és hát nagyon, nagyon sok mindent tanultam tőle, mint tanár is kapcsolatba kerültünk aztán később, úgyhogy innen a hosszú-hosszú ismerettség. Kasszás Dezső, amellett, hogy Tamási Város díszpolgára címet kapott, sokoldalú munkásságáért megkapta a megye kiváló közalkalmazottja díjat, a Mikola díjat, Erikson díjjal és két alkalommal kiváló munkájáért kitüntető jelvénnyel is elismerték tevékenységét. Tagja volt az Eötvös Loránd fizikai társulatnak, a Magyar Nukleáris Társaság elnökségének, és a Szilárd Leó Fizika Verseny Országos Versenybizottságának is. Nagyon, nagyon sokoldalú ember volt, sportoló, lovagolt, síjelt, hát nagyon sokrétű kosárlabdázott, tehát nagyon sokrétű munkát végzett, és hát a fő szabadidős tevékenysége a diákokkal kapcsolatban az a kirándulás és a túrázás volt. Kasszás Dezső 1955 óta dolgozott a Béri Balog Ádám gimnáziumban, ahol köztiszteletnek örvendett kollégái és diákjai körében város és megyeszerte, de a fizika tanárok körében országosan is. Munkatársai mindig is csodálták munkabírását, életvidámságát, az új dolgok iránti fogékonyságát. Ez a megemlékezés már Tamási Város honlapján olvasható. 36 éve, 1987-ben nukleáris tanári diplomát szerzett, 1993-ban az egész középiskolai tananyagot átfogó előadás sorozatot tartott kísérleti fizikából, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel meg kellett ismételnie. Kísérletei fogalommá váltak. Egyetemre, főiskolára került tanítványai csak ritkán találkoztak olyan kísérlettel, amit ne láthattak volna az ő óráin. 2021-ben vas diplomát vehetett át. A diákok mellett kollégái is valóban kedvelték, ahogy mesélik, a fizika szertár makulátlan volt az ő idejében. A fizika órákon megértette a diákokkal, hogy az ékszer az veszélyes dolog. Emlékezik vissza az egykori munkatárs Kuruc Gézáné Hílonka. Ő nagyon sok időt töltött ott, állandóan bütykölt, valamit készített, eszközöket szerkesztett, és nagyon-nagyon benne volt a fizikában, a fizika tanításban. Nagyon előzékeny, udvarias a lányokat és a kolléganőket magázta, mindig jókedélyű volt. Jó volt vele beszélgetni is, meg hát dolgozni is. Kasszás Dezsőt az 1956-os forradalom hőseként is ismerhették, aki a rendszerváltozást követően önkormányzati képviselőként, majd azt követően aktív lokálpatriótaként meghatározó személyisége volt Tamási Város közéletének.